Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy express szív üzenet. Mit üzennek a kártyák? Megtekintjük ennél a jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzetére itt ez a kártya utal. Itt vonzalomról, érzelmekről van szó, egy találkozásról, vagy arról, hogy most találkoztok, vagy arról, hogy ő ezt tervezi, lesz egy meghívás. És mik az ő gondolatai, mint töpreng, az látható itt a képen. Itt tudásról, továbbképzésről, iskolázásról van szó. Lehet, hogy ő ezt tervezi és tanulni fog valamit, vagy tanul a helyzetből az élet iskoláján. Most megtekintjük az ő érzelmeit. Itt, ezen a képen az almák láthatóak, tehát itt gyümölcsözni fog valami. Itt a létra jelenti azt, hogy lépésről lépésre előre mennek az események. Itt növekedésről van szó. Amit ez a kép még jelent, a föld eleme, hogy ő a terveit meg akarja valósítani. Azon kívül jelenti azt is, hogy te értékes vagy számára. És mit fog közölni? Itt látható ez a kehely, és szimbolizálja a víz elemét. Ő átnyújtja számodra ezt a kelyhet, és miről van itt szó? A víz eleménél mindig érzelmekről van szó, tehát érzelmekkel közeledik hozzád. Mit szeretne mondani, de nem mondja ki? Itt láthatóak a titkok. Ő úgy gondolja, vagy úgy érzi, hogy téged betegít valami, sokat töprengsz, fáj a fejed, esetleg nem tudsz aludni éjszaka, és ő ott van a közelben, segíteni akar neked, de ezt nem mondja ki. Azt sem, hogy ő érzi, hogy nem érzed jól magad. És milyenek az elvárásai, mit vár el tőled? Itt látható ez a kehely, ugyanúgy, mint itt ezen a képen. Ő ezzel a kehellyel közeledik hozzád, ami itt jelenleg is látható ezen a képen. És a kehelyek szimbolizálják a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát érzelmekkel közeledik hozzád nyíltan. Itt is látható, hogy itt van a közelben ez a kehely, de te itt alszol, nem veszed észre. Amit ő elvár tőled, hogy figyelj erre oda, vedd ezt át, amit ő most nyújtani szeretne számodra. És mi a vonzalom, mi köt össze benneteket? Itt ez a rózsa, vagy tavirózsa, az jelenti az érzelmeket, a szerelmet. Itt megjelensz a tükörben, tükröz számodra valamit, vagy jelentheti az álomképeket is, hogy te álmodsz, álmodozol róla, és ő álmodozik rólad. Itt megvan a vonzalom, az a fontos, hogy beszéljetek érzelmekről, hogy itt legyen ez a találkozás, amit ő tervez, hogy végre gyümölcsözzön itt valami, ahol le is tudtok gyökerezni. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderán!